Üdvözlöm a második osztályos tanulókat! Takács Helga vagyok, az Iván Szárics Műszaki Iskolában tanítok matematikát. A mai órán folytatjuk a Viéte képleteket, tehát a cím a Viéte képletek második rész. Az előző órán már megpróbáltunk, vagyis meg is oldottunk két típusú feladatot, ahol fel tudtuk használni a Viéte képleteket. Most megpróbálkozunk egy harmadik típussal is. Már föl is írtam az első feladatot. Az x négyzet mínusz 7x plusz m mínusz 1 egyenletben kell meghatározni az m valós számot, ha tudjuk, hogy az egyik gyök 3-mal nagyobb a másiknál. Hát nyilván kezdjük is azzal, hogy mik is azok a Viéte képletek? Régen volt az előző óra, mi? Hát írjuk fel. x1 plusz x2 egyenlő mínusz b per a, ahol ugye a mínusz b, vagyis az a, illetve a b a másodfokú egyenletünknek, az ax négyzet plusz bx plusz c egyenlő nulla egyenletnek az együtthatói, tehát a gyökök összege mínusz b per a, az x1 szer x2 pedig c per a. Tehát ezt mondják nekünk a Viéte képletek. Hogy tudjuk őket használni konkrétan ennél a feladatnál? Hát le tudjuk olvasni, hogy mennyi ebben a feladatban, tehát ebben a másodfokú egyenletben az a együttható. Hát 1x négyzetünk van, ez 1. A b együttható, mínusz 7x-ünk van, vagyis mínusz 7. A c pedig, ami maradt, ugye a szabad tag, m mínusz 1. Tudjuk továbbá, hogy az x1 egyenlő x2 plusz 3-mal. Tehát x1 egyenlő x2 plusz 3. Használjuk akkor a képleteket, ha már felírtuk őket. Azt mondja nekünk az első Viéte képlet, hogy x1 plusz x2 az mínusz b per a, mínusz, mínusz 7 per 1, vagyis 7. Hát már van is két egyenletem, amiből az egyik megoldást akár meg is tudom kapni. Mivel itt ki van fejezve az x1, tehát az x2 plusz 3. Ezt ha fogom és behelyettesítem, tehát az x1 helyére x2 plusz 3-at írok, maradt itt ez az x2, ugye, és már tudjuk, hogy ez egyenlő 7-tel, akkor egy nagyon egyszerű egyenletet kaptam, amit mindenki meg tud oldani, kettő darab x2-nk van, a 3-as ezen az oldalon összead, a másikon kivon, 2x2 egyenlő lesz 4-gyel, vagyis az egyik megoldását, az x2-t az egyenletnek megkaphatjuk, ugye 4 per 2, mint 2. Ha megvan az x2, akkor tulajdonképpen az x1 is megvan, mivel az x1 az x2 plusz 3, vagyis 3-mal nagyobb a 2-nél, vagyis 5-öt kaptunk az x1-re. Jó, de hát nekünk nem ez volt a feladatunk. Mi az m valós számot kerestük. Hát nyilván fel fogjuk használni ehhez a másik Viéte képletet. Miért? Hát mert az x1 szer x2 c per a-val egyenlő, és a c-ben szerepel nekünk az m. Konkrétan c per a m-1 per 1, azaz m-1 lesz. És mi sem egyszerűbb nekünk most, mint kiszámolni, hogy mennyi az x1 szer x2, mivel már kiszámoltuk az x2-t is, és kiszámoltuk az x1-et is. Tehát csak fogom és behelyettesítem. Az x1 az 5, az x2 pedig 2. 5-ször 2-vel lesz nekünk egyenlő az m-1, 5-ször 2 ugye tudjuk, hogy 10, tehát az m-1 10, vagyis az m lesz 10 plusz 1, ugye mínusz 1 átmegy a másik oldalra, összeadni fog, tehát az m paraméterünk, az m valós számunk 11 lett. Aki nem hiszi el, hogy ez a megoldás, fogja behelyettesíti, x1 2-vel kiszámolja. Most ezzel nem fogunk foglalkozni, de hát gyakorlásként leellenőrizhetitek. Jó, nézzünk meg akkor egy másik ilyen feladatot. Tehát a második feladatban szintén a Viéte képleteket fogjuk felhasználni ahhoz, hogy meghatározzunk egy ismeretlen paramétert, azzal, hogy az egyenletünk most úgy néz ki, hogy m mínusz 3 x négyzet mínusz m plusz 4 szer x
plusz 3m egyenlő 0, és azt is tudjuk, hogy az egyik megoldása ennek a másodfokú egyenletnek háromszorosa a másiknak. Tehát felírhatom, hogy x1 egyenlő 3-szor x2. Ugye teljesen mindegy, hogy azt írtam, hogy x1 egyenlő 3x2-vel, vagy azt írtam volna, hogy x2 egyenlő 3x1-gel, az x1-et, x2-t tetszőlegesen választjuk ki, ugye mindegy, hogy melyik az első megoldás, melyik a második. Jó, hát akkor nézzük, hogy hogy fogjuk ebben a feladatban meghatározni ezt a bizonyos m valós számot. Felírjuk szépen V-t képletekkel, hogy, vagyis hát még mielőtt azokkal felírnánk, tehát felírjuk, hogy mik az együtthatók, és ezeknek az együtthatóknak a segítségével aztán felírjuk a gyökök összegét és különbségét, ugye a V-t képletek segítségével. Az együtthatóink, tehát az x négyzet előtt m-3 szerepel, vagyis az a m-3. Az x előtt mínusz m plusz 4 szerepel, tehát a b mínusz m plusz 4, és a c pedig szabad tagunk 3m. Jó, hát akkor írjuk fel, hogy hogy néz ki az x1 plusz x2, tehát x1 plusz x2 mínusz b per a, ugye a képlet szerint. Tehát mínusz, mínusz m plusz 4 per m mínusz 3. Mínusz, mínusz m plusz 4. Tehát gyakorlatilag két zárójelet írok, ugye? Mi történik a két mínusszal? Hát természetesen plusz lesz belőle. Tehát az x1 plusz x2 egyenlő m plusz 4 per m mínusz 3-mal. Mit tudok még csinálni? Hát megnézem ezt a feladatot. Az is meg volt nekünk adva, hogy az x1 háromszorosa az x2-nek. Hát akkor használjuk ezt ki. Az x1 helyére be tudom azt írni, hogy 3x2. 3x2 meg x2 egyenlő most ezzel az m plusz 4 per m mínusz 3-mal. 3x2 meg x2 az ugye 4x2, a másik oldalt csak átmásolom, és még tudok osztani 4-gyel, ugye a 4-es bal oldalon szoroz a jobb oldalon osztani fog, vagyis itt lent a nevezőben megszorozza nekem az m mínusz 3-at. Hát az a helyzet, hogy más nagyon nem tudok csinálni. Tehát az x2 is ismeretlen, az m is ismeretlen. Nyilván azért van nekem a másik v-te képletem. Tehát csak az x1 plusz x2-t írtam fel, akkor most megnézzük, hogy ha az x1 szer x2-t felírom, akkor esetleg előrébb jutunk-e a feladattal. Csak csinálok egy kis helyet a táblán. Nézzük akkor, hogy hogy néz ki az x1 szer x2. Ugye a Viéte képlet szerint ez c per a, tehát nekünk a c 3m, az a az m mínusz 3. Megint csak kihasználom, hogy az x1 háromszorosa az x2-nek, tehát az x1 helyére felírom, hogy 3x2, ezt szorzom x2-vel. És ugye a másik oldalt csak másolom. 3x2 szorozva x2-vel, ez 3x2 négyzet lesz, ugye? x2 szor x2 az x2-nek a négyzete. És a 3-as másik oldalon osztani fog, annyit tudok még itt csinálni, tehát ez 3 szor m-3 lesz a nevezőben. Számlálóban is szerepel egy 3-as meg a nevezőben, és hát ne hagyjuk már így, egyszerűsítsük őket le. M per m-3 lett nekünk az x2 négyzete. Na most itt is két ismeretlen van. Nézzük csak meg, van egy x2-nk, ami m plusz 4, tehát az x2 az m plusz 4 szer, per 4 szer m-3. Itt pedig az x2 négyzete szerepel. Hát mi sem egyszerűbb, mint x2-ből x2 négyzetét csinálni. Négyzetre emelem ezt az egészet. Miért csinálom ezt? Mert ha itt is megkapom, hogy mivel egyenlő az x2 négyzete, akkor ezt a két kifejezést majd szépen ki tudom egyenlíteni egymással, ugye, mert ott is x2 négyzete lett, meg itt is az lesz, és abból meg fogom tudni kapni az m-et. Hát
négyzetet, akkor szépen emeljük négyzetre, tehát x2 négyzete egyenlő n plusz 4 a négyzeten per, ugye 4 a négyzeten, szorozva n minusz 3 a négyzeten. Fölírom csak, hogy mit kaptam, tehát egyik oldalról az x2-nek a négyzete m per m minusz 3, a másik oldalról pedig azt kaptam, hogy az x2 négyzete m plusz 4 a négyzeten per ugye 16, a 4-nek a négyzete, szorozva m minusz 3 négyzetével. Jó, hát oldjuk meg ezt az egyenletet. Törtekről van szó, nyilván azokat nem szeretitek. Hát akkor hogy csinálunk ebből a két törtből, úgymond, vagyis hogy szabadulunk meg a nevezőiktől? Be tudom szorozni az egészet, hát itt ezen az oldalon azt mondanám, hogy n-3-mal, itt viszont 16-szor n-3 négyzetével kellene, hát a legkisebb közös többszöröse ugye ennek a kettőnek a 16-szor n-3 négyzete, és ezzel be tudok mindent szorozni, mivel tudom, hogy nem nulla. Honnan tudom, hogy nem nulla? Hát ez akkor lenne nulla, ha az n-3 nulla lenne, és ugye mivel az n-3 nekünk az x négyzet együtthatója volt, és tudjuk, hogy ez egy másodfokú egyenlet, ugye az n-3 nem lehet nulla, különben nem lenne négyzetes tagunk, és nem lenne másodfokú ez az egyenlet. Végezzük el a szorzást. Nézzük először a bal oldalt. Tehát itt csak n-3 szerepel a nevezőben, vagyis mivel kell nekem megszorozni ezt az m-et? Hát a 16-ossal biztos, tehát 16-tal biztos meg kell, meg itt n-3 négyzete van, tehát egy n-3-mal is meg kell szoroznom, mivel csak egy darab n-3 első kitevőjén szerepelt nekünk a bal oldalon. A jobb oldalon viszont ugye ez pontosan a nevező, tehát az csak egyszerűsül, és marad n plusz 4-nek a négyzete. Végezzük el a szorzást, ugye ez m-szer 16, 16m, szorozva m-mel, az 16m négyzete, és 16m szorozva mínusz 3-mal, az mínusz 48m. A másik oldalon nekem egy binom négyzete szerepel, tehát első tag a négyzeten az m négyzet lesz, kétszer első tagszor második tag, kétszer 4, 8m, és a 4-nek a négyzete még maradt, ami 16. Szépen rendezem ezt az egyenletet, tehát mindent áthozok a bal oldalra. Megnézem, hány m négyzetem lesz. Volt itt 16, ezen az oldalon van 1, mikor átjön a másik oldalra, mínusz 1 lesz belőle, ugye kivonjuk a 16-ból, és lesz 15 m négyzet. Tehát az m négyzetekkel megvagyunk, jönnek az m-ek. Mínusz 48 van a bal oldalon, itt plusz 8, de hát megy a másik oldalra, ez is ki fog vonni, tehát mínusz 48, mínusz 8, mínusz 56 m lesz, és még a szám is átjön, plusz 16 volt a jobb oldalon, mínusz 16 lesz belőle a bal oldalon. Mit kaptunk most? M négyzet, M, meg szabadtag, hát kaptunk egy másodfokú egyenletet. Azt hiszem, ezt már mindenki meg tudja oldani. Nem x1-2-t írok a képlethez, hanem m1-2-t, de attól még marad ugyanaz, ugye x1-2 vagy m1-2 ebben az esetben. Mínusz b plusz mínusz gyök alatt b négyzet mínusz 4ac per 2a. Nézzük akkor, hogy ebben az esetben konkrétan mennyi lesz, tehát m1-2 egyenlő nekünk ugye a b mínusz 56, vagyis a mínusz b 56, plusz mínusz gyök alatt 56-nak a négyzete, mínusz 4-szer, az a 15, a c mínusz 16, és per 2-szer 15. Nyilván kicsit nagyobb számok, de hát ha más nem számológép segítségével ki tudjátok őket számolni. 56 plusz mínusz, itt a gyök alatt, tehát le is írom, 3136 lesz az 56-nak a négyzete. Csak arra kell vigyázni, hogy itt két mínuszunk van, tehát itt most plusz, tehát hozzáadjuk a következő számot, ami nem más, mint 960 és per 30.
ezt összeadjátok, gyököt vontok belőle, és csak felírom, hogy mennyi lesz a végeredmény az M1-re és M2-re, mert ezt mindenki ki tudja számolni, tehát az M1-re kapunk. Ugye mondjuk legyen az M1 az, ami mínusszal megy, plusz 4-et, az M2-re pedig, ami plusszal megy, arra fogunk kapni mínusz 4 15-öt. Mindegy, hogy melyiket veszitek egyébként, tehát írhattam volna fordítva is. Tehát ennél a feladatnál két olyan M-ünk is, két olyan valós számunk is van, hogyha ezeket behelyettesítjük ebbe a másodfokú egyenletbe, akkor az egyik megoldásunk háromszorosa lesz a másiknak. Jó, és akkor még egy nagyon gyors kis feladatot megoldunk. Csak kell hozzá egy kis hely. Tehát látjuk, hogy azért hasznosak ezek a viéteképletek, sokféle feladatot meg tudunk velük oldani. Következő feladatban fel fogunk használni valamit, amit az előző órán írtunk fel a viéteképletekkel kapcsolatban. Tehát nézzük először is, hogy mi a feladat. Tehát harmadik feladat. Az x négyzet mínusz 5x plusz m mínusz 4 egyenlő 0 egyenletben határozd meg ugye az m valós paraméter értékét, tehát m valós paraméter lesz, valós szám, úgy, hogy ha tudod, hogy az x egy négyzete, tehát a megoldások négyzeteinek az összege 13 legyen. Na azt mondtam, hogy használunk valamit, amit múlt órán írtunk fel. Hát ez nem más lesz, mint ez az x1 négyzete plusz x2 négyzete. Ha emlékeztek, múlt órán volt egy olyan feladat, ahol pont ezt kellett meghatározni, és használtunk egy olyan trükköt, hogy az x1 négyzete plusz x2 négyzetét úgy kaptuk meg, hogy a binom négyzetéből, az x1 plusz x2 négyzetéből kivontuk a középső tagot. Tehát ezt használni fogjuk most is. Aki nem emlékszik rá, hogy ezt miért is tehetjük meg, nézze vissza az előző órán. Ebben a feladatban konkrétan felírjuk, hogy mennyi lesz a három együtthatónk, tehát az x négyzet együtthatója ugye 1, 1x négyzetünk van, az x együtthatója mínusz 5, és a szabad tagunk m mínusz 4. Nézzük akkor, hogy mit tudunk csinálni. Az x1 plusz x2-t ugye a viéteképlet segítségével felírjuk, mint mínusz b per a mínusz mínusz 5 per 1, azaz 5. Az x1-szer x2 pedig lesz c per a m mínusz 4 per 1, vagyis m mínusz 4, és akkor használjuk ezt a kis trükköt, úgymond, tehát azt mondjuk, hogy az x1 plusz x2-nek a négyzete, azaz az 5-nek a négyzete, mínusz 2-ször az x1-szer x2, m mínusz 4, az egyenlő lesz nekünk ebben az esetben 13-mal. Tehát a feladat megadta, hogy az x1 négyzete plusz az x2 négyzete 13-at ad. És innentől már meg vagyunk mentve, mert ez egy nagyon könnyű kis egyenlet, tehát csak fogom és kiszorzom, 5-nek a négyzete 25, mínusz 2-szer m, az mínusz 2m, és mínusz 2-szer mínusz 4, az plusz 8, 13 marad 13. Rendezzük az egyenletet, mínusz 2m marad a bal oldalon, jobb oldalra átkerül, nézzük mennyi, 25 meg 8, az 33, és azon az oldalon összeadott, itt kivon, tehát mínusz 2m az egyenlő 20-szal, mínusz 20-szal, nyilván, mivel kisebb számból vonunk ki nagyobbat, és az m-et megkapjuk úgy, hogy a mínusz 20-at elosztjuk mínusz 2-vel, vagyis az m értéke 10. Ennyi lenne ez a három feladat, ami hát gyakorlatilag mind a három egy típusú.
mi volt a feladatunk, tehát még egyszer ismételjük át. Kerestünk egy valós számot, úgyhogy megfeleljen az adott feltételnek ez az egyenlet. Egyik feladatban az volt, hogy az egyik gyök legyen hárommal nagyobb a másiknál, még a másiknál az volt, hogy legyen háromszorosa például. Itt pedig egy ilyen összefüggést kaptunk meg a gyökök között, és mind a három feladatot meg tudtuk gond nélkül oldani a VETE képletek segítségével. Nyilván sejtitek, hogy a házit azt nem fogjátok megúszni, tehát házi feladatra is kaptok néhány ilyen egyenletet. Tehát az első feladatban, hát most Q-val jelöltem a paramétert, de azt kell meghatároznunk, hogyha adott, hogy az egyik gyök háromszoros a másiknak, tehát olyan, amilyet csináltunk. A másodikban itt a négyzet, x1 négyzete plusz x2 négyzete van megadva, tehát ez gyakorlatilag ugyanolyan, mint a harmadik feladat. Az utolsó pedig azoknak való, akik szeretnének egy kicsit jobban belemélyedni ezekbe a feladatokba, próbáljátok meg megoldani. Tehát itt azt kell meghatározni, hogy mikor lesznek az egyenletekben a gyökök, vagyis milyen M esetén lesznek a gyökök pozitív számok. Annyit segítek az utolsónál, hogy itt azért egy kicsit a diszkrimináns is segíteni fog. Köszönöm szépen, hogy végighallgattatok, jó munkát kívánok a házihoz!